Itt a nyár. Június van. Hamarosan itt van az év leghosszabb napja és legrövidebb éjszakája, ami mit jelent? Igen, azt, hogy jön ismét a hackerek éjszakája. Hello, sziasztok! Itt Csernán Szabolcs, etikus hacker, ez pedig egy kvázi promó videó lesz a csütörtöki hack berkeim belül, és mégpedig nem más fogok promózni benne, mint a hackerek éjszakáját, ahogy azt már a főcím előtt elmondtam. Mert hát igen, ismét lesz hackerek éjszakája, és visszatérünk arra a helyszínre, ahonnan az egész sztori elindult, tehát Újpesten a First Craft Beer-nek lesz a serfőzdéjében a találkozó, összekötve főzetúrával, iszonyatú sörökkel, egy kis hekkeléssel, egy kis dumálással és egy sztárvendéggel, de róla majd egy kicsit később. No de nézzük is meg, hogy mit lehet tudni az eseményről. Az esemény dátuma 2023. június 23-a péntek. Kezdés 18 órakor, végzés valamikor záráskor. Amit a helyről tudni kell, aki még nem volt ott, van egy sörfőzde, ott készülnek a First Craft Beer-nek a sörei, van egy túravezetés, lehet kóstolni söröket, illetve 4 spéci sör is kvázi ajándékba jár a túrához. Nyilván ez nem egy ingyenes történet, magának az eseménynek úgymond az ára, ami a főzdetúra árral egyezik meg, az nagyjából 6500 forint lesz fejenként. Ez tartalmazza a túrát, tartalmazza a 4 sört, tartalmazza azt, hogy egész este jól érezzük magunkat. Nyilvánvalóan, hogyha valaki még ott szeretne mindenféle különleges söröket megkóstolni, akkor az megteheti ezt, illetve, hogyha jól sejtem, akkor talán harapni való is akad ezen a helyen. Úgy készülök, hogy ne legyen nagyon ilyen számítógéphez kötött a dolog, tehát hogy ne kelljen kötelező módon számítógépet hoznod. Lesz nyilvánvalóan valami kicsi-kicsi kis CTF, amivel készülni fogok, de ezt megpróbálom úgy csinálni, hogy akár utána még otthonról lehessen hackkelgetni ezt a dolgot, tehát hogy az esemény után még egy hétig fönnmaradhat, és inkább arról lenne szó, hogy egy kicsit dumáljunk, érezzük jól magunkat, és a szavazás is egyébként arra ment ki, hogy jó lenne a feladat, jó lenne dumálni, jó lenne ilyen meetup jellegű csinálni, és ehhez kapcsolódóan akkor most be kell jelentsem a sztár vendégünket, aki nem más, mint az örök bukósisakban lévő podcast mikrofon mögött bujkáló Szenga. Igen, Szenga rábólintott, elfogadta a felkérést, hogy eljöjjön a hackerek éjszakájára, úgyhogy kibújik az árnyékból, kilép a fényre, meg lehet vele ismerkedni, lehet kérdezni őt arról, hogy ő mit is csinál valójában, mert ő nem effektív hackkeléssel foglalkozik, hanem sokkal inkább Blue Team oldalról csinál mindenféle dolgot. Na de majd elmondja ő, hogy pontosan mi az, amit csinál, vagy meg tudjátok kérdezni, mert szerintem az is egy érdekes terület, és biztos vagyok benne, hogy ott is vannak olyan emberek, akiknek az fekszik jobban, és nem az effektív hackkelés fekszik jobban. És aztán ki tudja, lehet, hogy esetleg még a HNL-ből egy-két arc rából int, hogy végre megjelenjen esetleg nyilvánosan. Szerintem, hogyha elég sokan leszünk, akkor lehet, hogy rá lehet venni. Talán Bélát is, hogy egy sört legurítson velünk. Béla, bocs, hogyha ezt támadásnak veszed, de szerintem tényleg jó lenne. Június 23-a este 6 First Craft Beer, főzdetúra, kajálás, piálás, dumálás, buli, happening. Induljon a nyár, és élvezzük ki azt, amikor hosszú a nappal, és rövid az éjszaka.
Ne felejtjétek, ez a rendezvény egy szuper alkalom arra, hogy tényleg egy kicsit személyesebbé tegyük ezt a kapcsolatot, hogy tudjunk beszélgetni, hogy legyen egy ilyen közösség építő kis ereje ennek a sztorinak. Kérdezzetek egymástól, kérdezzetek tőlem, érezzük jól magunkat. Nos, a végén már csak arra búzítanék mindenkit, hogy a videó alatti linken jelentkezzen az eseményre, töltse ki az adatokat, ez még nem jár ugye fizetési kötelezettséggel, csak egy igényfelmérés, hogy hányan lennénk, mert hogy nyilván a létszám azért maximál, tehát nagyjából 60 főben van maximálva a létszámunk, úgyhogy aki lemarad, az kimarad, és hogyha megvannak ezek az adatok, akkor én majd fölveszem a kapcsolatot mindenkivel, vagy küldök egy díjbekérőt, vagy valahogy megoldjuk azt, hogy véglegesítsük azt a foglalást, jó? És hogy a sörfőzdének is tudjam azt mondani, hogy X ember már tudra jönni fog. Na, legyetek jók, és remélem, hogy találkozunk június 23-án a Hackerek Éjszakája 2023-on. Sziasztok!